akkor itt veszek én is, ide temetkezel, test romjai alá. Lázító, gyújtó beszél volt. Petőfiék érezték is, hogy fú, most aztán nagy dolgok készülnek, úgyhogy elindultak vissza a városba. Petőfi elment abban nyomdába, Kovács Attila írói nevén Holden Rose tart rendhagyó irodalomórát a nyíregyházi Móricz Zsigmond könyvtárban. A főként detektív históriákban gondolkodó szerző 2014-ben jelentkezett első regényével, azóta a kortárs ifjúsági irodalom ismert szereplőjévé vált. Bár saját bevallása szerint utazni nem szeret, csak megérkezni, az írás mellett folyamatosan járja az országot rendhagyó irodalomóráival. Csak 2017-ben közel 200 előadást tartott 16 megyében, csaknem 100 helyszínen, mintegy 5000 diáknak. Emellett videóblogokkal és más közösségszervező tevékenységekkel is tartja a kapcsolatot az olvasóival, vagy épp azok szüleivel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének évek óta visszatérő vendége, így volt ez most is, amikor legújabb Petőfi Sándorról szóló előadását hozta el a fiataloknak, köztük a nyíregyházi diákoknak. Amikor én elkezdek Petőfiről beszélni, akkor én először a 19. századról kezdek el beszélni. Egyrészt elmondom, hogy nézett ki akkor egy reggele egy gyereknek. Egyáltalán hogy nézett ki, milyen különbségek voltak egy utcaképben a mai utcaképhez képest. De ezt nagyjából tudják is. Az erős rész ott kezdődik, amikor elkezdem mesélni nekik a fejekben lévő különbséget. Hogy olyan teljesen más popkultúrában nőttek fel azok a gyerekek, nem léteztek ezek a mesék, nem léteztek ezek a kötelező olvasmányok, nem léteztek ezek a mostani szuperhősös mindenfélék, ez egyáltalán semmi ilyesmi nem létezett, szinte minden a század második felében született meg az összes ilyen dolog, amiben ők felnőnek. És amikor ezeket hallják, akkor elkezdünk látni, vagy hát ők elkezdenek látni egy egészen távoli világot, ami tényleg sokkal távolabb van, mint amit így gondoltunk eddig Petőfiről. Az író szerint az olvasás kitüntetett jelentőséggel bír a gyerekek fejlődése szempontjából, mivel az olvasás fejleszti leginkább a gyerekek képzelő erejét. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az irodalomoktatás ne csak a tényekre, hanem az összefüggésekre is hangsúlyt fektessen. Vagyis annál jobb az előadás, minél több aha élménye van a gyerekeknek. Ebben a világban született egy ugyanolyan celeb, mint amilyenekért ők rajonganak. És amikor megértjük az előadás egy pontján, hogy ez a celeb mekkora teljesítményt rakott rá az asztalra, akkor utána pedig megnézzük, ahogy ez a celeb felszáll a lóra, és elmegy, és mindezt hátrahagyja, és csak úgy meghal a hazáért. És akkor olyan csönd van a teremben, amilyen csöndnek kell lennie. Holden Rose ezen a héten a megye 10 különböző településén tartott előadásokat, legújabb fantasy kalandregénye, a Lapátos fickó pedig június 1-én jelenik meg a könyvhéten a Móra könyvkiadó gondozásában.